Mai műsorunkból kiderül, hogyan induljunk neki a válásnak, és mit tehetünk egy békés válás érdekében. A Nyíregyházi Járásbíróság adatai alapján 2018-ban a vállóperek száma meghaladta a 700-at. Ez az összes peres ügy 23%-át teszi ki. Ez a szám azt mutatja, hogy sajnos a házaspárok igen nagy százaléka dönt kapcsolatuk felbontása mellett. Egy vállóper elindításakor érdemes tájékozódni a lehetőségekről és a folyamat lépéseiről. Fontos tudni, hogy milyen módon indul el egy vállóper, illetve hogy minden esetben szükség van-e ügyvédre. Nincs szükség ügyvédre. A jogszabály a vállóperek esetében, ugye maradjunk ennél a terminológiánál, mert azt gondolom, hogy a köztudatban így ismerik az emberek. Válunk, vállóper van folyamatban, nem a házasság felbontása iránti per szókapcsolatot használják. Nincs kötelező jogi képviselet. Nyilvánvalóan mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyvédet fogadjon meg, ha úgy érzi magát biztonságban. Van olyan tapasztalat, hogy egyes ügyfeleknek biztonságot jelent az ügyvédnek a jelenléte, illetve nyilvánvalóan nem mindegy az, hogy hogyan megy végbe egy vállóper. A bontóokokat fel kell-e tárni? Van-e vita a felek között a gyermekek sorsát érintően? Nagyon sokszor úgy gondolják az ügyfelek, amikor nagy tétje van egy vállópernek, és ezt ők gondolják, hogy nagy tétje van, mert vitatkoznak a gyermeken, a tartásdíj összegén, akkor inkább úgy gondolják, hogy ügyvédet fogadnak, mert akkor érzik magukat biztonságban, de nincs kötelező jogi képviselet. A házasság felbontása, vagyis maga a vállóper egy keresetlevél benyújtásával indul. Ezt egy nyomtatványon kell előterjeszteni a helyi bíróságon. Ez a nyomtatvány, ez a bíróság.hu oldalon megtalálható. Tehát ez nagyon fontos, hogy az új polgári perrendtartás szabályai előírják, hogy most már csak erre rendszeresített nyomtatványon lehet előterjeszteni bármilyen igényt. Ugye régen, évekkel ezelőtt még nagyon sokszor kockás papíron írták be az ügyfelek, hogy el szeretnék válni, szeretném, ha a gyermeket nálam helyeznék el, kötelezze a bíróság 50 000 forint tartásdíj megfizetésére ugye a külön élő felett. Hát ezt a kockás papírt, az A4-es papírokat, ezeket a fiókba lehet tenni, nyomtatványon kell előterjeszteni. Ez egy több oldalas nyomtatvány. Akinek gondot okoz a nyomtatvány kitöltése, az a bírósági ügyfélsegítőkhöz fordulhat. Az ügyfélsegítők minden szerdán elérhetőek a bíróságon. Természetesen a nyomtatvány mellett más dokumentumokra is szükség van. Ilyen a házassági anyakönyvi kivonat, valamint kiskorú gyermekek esetén a születési anyakönyvi kivonat is. Fontos tudni, hogy az eljárás illetéke 30 000 forint. Ennek megfizetése alól bizonyos esetekben teljes vagy részleges mentességet lehet kérni. A válás önmagában is megterhelő esemény, ezért fontos, hogy maga a válási folyamat a lehető legbékésebb körülmények között történjen. Nagyon röviden ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy lehet békességben válni, ami egyszerű és kevésbé időigényes, és lehet vitatkozva, haraggal elválni, ez viszont hosszú, és nem csak anyagilag hozza nehéz helyzetbe a feleket, mert ugye az eljárás hosszadalmas, ha jogi képviselő van, annak a költsége nyilvánvalóan felmerülő költség, de ha már vitatkoznak a felek, akkor számos kérdéskörben szakértőt kell kirendelni, annak is költsége van, és az anyagi vonzatán túl bizony, lelkileg nagyon megterhelő egy-egy vállóper, ha a felek nem tudnak megegyezni. A legfontosabb, hogy a felek kommunikáljanak egymással, hiszen ha nem kötnek egyességet, akkor a bíróság elkezdi feltárni a vállóokokat. A házaspár tagjainak egyeztetniük kell azokban a lényeges pontokban, amelyekben egyességet kell kötniük ahhoz, hogy szétválaszthatóak legyenek. A gyermekelhelyezés az első kérdés, akkor már meg kell állapodni a tartásdíjról is, hogy a külön élő szülő milyen összegű tartásdíjat fizessen. Abban is meg kell állapodni, hogy házastársi tartásdíj iránti igényük van-e. Egyébként általában ez a legkevésbé vitatott tétel, tehát általában egyhangúan kijelentik a felek, hogy házastársi tartás iránti igényük egymással szemben nincs. És még egy kérdés van, amiben meg kell állapodni, ez az utolsó közös lakóhelynek a használata. És ez nagyon fontos, hogy nem azt kell eldönteni a feleknek, hogy kifizesse ki a másikat, nem kell megváltani a tulajdonrészt, mert ez nem ennek a pernek a része. Annyit kell eldönteniük, hogy ki marad a lakásban, dönthetnek úgy is, hogy mindenki a lakásban marad, és felosztják egymás között.
Korábban a vállóper része volt a vagyonmegosztás is. Ez a jogszabályi változásoknak köszönhetően ma már egy külön per részét képezi. Ennek köszönhetően a vállóper lényeges részeiben gyorsabban születhet döntés, és hamarabb lezárulhat a folyamat. A békés válásra való törekvés kiemelt szempont. Aki ezt tűzi ki célul, annak a bírósági segítséget nyújt az ingyenesen igénybe vehető bírósági közvetítők által. Ezzel a témával a következő műsorunkban foglalkozunk.